címmel. Szakács László képviselő úr, a szó, parancsoljon képviselő. Szóta elnök úr, tisztelt képviselőtársaim, tisztelt miniszter úr. Miniszter úr, a zsolnai manufaktúrának az elmúlt egy éves története az egy eléggé kacifántos kávária, hogy így mondjam. Nagyon sok minden megtörtént ott, viszont az a baj, hogy nagyon sok minden nem történt meg, hiszen a kormánynak a mulasztása, illetve a pécsi önkormányzatnak a rossz döntései alapján eljutottunk egy olyan pontra, ahonnan én úgy gondolom, hogy megnyugtató megoldás nagyon-nagyon nehezen lehet. De vegyük szépen sorjában, többször interpelláltunk itt a parlamentben is, és kértük önöket a szindikátusi szerződés alapján, melynek a kormány is aláírója, hogy védjék meg a zsolnai gyárat, ne engedjék azt, hogy a zsolnai védjegyét, azt a többségi tulajdonos elvigye, kivigye az országból, levédje akár az egész Európai Unióra, akár Ázsiára, és azzal ott kereskedjen. Nem tettek semmit, azzal nyugtattak bennünket, nem lesz baj, higgyük el, jogászoknak a hada az, aki dolgozik ezen az ügyön. Kértük önöket, tegyenek azért is valamit, ha már a pécsi önkormányzat nem tesz semmit, hogy a szindikátusi szerződést a többségi tulajdonos tartsa be, a pénzbeli hozzájárulást vagy az aportot, azt megfelelőképpen tudja a társaságnak a rendelkezésére bocsájtani, ebben sem történt semmi, de kötbért sem kértek, pedig megszegte a szerződést. Ezzel együtt eljutottunk odáig, mi feljelentést tettünk, ellenzéki képviselők, és most eljutottunk odáig, hogy a múlt héten kiment a NAV több mint 40 munkatársát a zsolnainak. Kihallgatta, meghallgatta, majd ezek után egy botrányos közgyűlésen Pécs megyejogú város kisebbségi tulajdonos kizárását kezdeményezték a zsolnai manufaktúrából. Hát vannak mindenfajta kérdések természetesen, de szeretném megkérdezni, mik a kormány tervei, igazak-e azok, amiket hallunk, hogy megvan már a vevő a zsolnai gyárra. Igazak-e azok a hírek, hogy kiköltözik a zsolnai gyár Pécsről, a Pécs belvárosából, kiköltözik a déli ipari parkba, és igaz-e, hogy Pécs el akarja adni a saját üzlet részét? Köszönöm szépen a figyelmet. Köszönöm szépen, képviselő úr. A válaszra megadom a szót Lázár János miniszter úrnak. Parancsoljon, miniszter úr. Tisztelt képviselő úr. Tisztelt képviselőtársam, tisztelt képviselőház, tisztelt elnök úr, a zsolnai nemzeti kincs, megmentése mindannyiunk felelőssége, feladata és érdeke is. Még akkor is, hogyha azok közé, az emberek közé sorolva magam, aki értékeli a szép asztali porcelánt, tudniuk kell képviselőtársaimnak, hogy a világ egyik legnehezebb üzleti vállalkozásai közé tartozik. Nem véletlen, hogy a legnagyobb brit házak is csődbe mentek az elmúlt 15 esztendőben, és talán beszédes az, hogy milyen kőkemény munkát kellett végezni a herendi talpon tartása érdekében, és milyen ástruktúrálásra, munkára volt szüksége ahhoz, hogy a herendi talpon tudjon maradni. Jól mutatja ennek az üzletágnak a nehézkességét, hogy az ön kérdésére készülve most visszanéztem. Lényegében 1999 óta, ekkor volt az első 506 milliós hitel, a zsolnai porcelángyártás állami lélegeztetőgépen van. Ha az állam nem hitelezte volna 99-ben, 2004-ben, 2008-ban, 2010-ben, 2011-ben, 2014-ben és most, akkor nem lenne már lassan 17 éve Pécsen porcelángyártás, mert a saját lábán a cég nem tudott megállni. Érdemes volna végig gondolni, a márka elkötelezett híveként is ezt vallom, érdemes volna a reorganizációt végig gondolni, mert állami lélegeztetőgépen tartani valamit, a város, a márka, a hagyomány a munkavállalók szempontjából nyilván fontos, de felveti az adófizetők pénzének az elégetése című kérdést is, hogy adófizetők pénzéből állami bank segítségével, a Magyar Fejlesztési Bank segítségével tartunk fönn valamit 15-17 éve, és akkor meg kell kérdezni, hogy mit tetszettek tenni annak érdekében, hogy a helyzet javuljon vagy jobb legyen. Most azt tudom önnek mondani, hogy a Magyar Fejlesztési Bank magyar tulajdonban fogja adni a követeléseit, erről már döntés van, a gyár ismét megmenekül, készek vagyunk újból hitelezni, de ez nem oldja meg a márka problémáját, és nem oldja meg az eladhatóság kérdését. Piac nélkül nincs üzleti vállalkozás, mert amit gyártanak, azt nehezen lehet eladni, ha nincs, aki megvegye. Ezt az alapvető összefüggést kellene orvosolni. Mi támogatjuk a pécsiek törekvését, a pécsi önkormányzat nevében viszont nem tudok nyilatkozni, a magyar állam megnyugtató megoldást dolgozott ki. Köszönöm szépen, miniszter úr. Egy perces viszontválasz a Szakács László képviselő úré, a szó, parancsoljon. Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Innen is köszönöm minden egyes kormánynak a támogatását, ami akár legalább a zsolnai manufaktúrát megmentette Baranyában, ha már a bányászkodás nem sikerült, akkor legalább egy ilyen céget sikerül adófizetők pénzéből, ha nem is elégetve, de azért megmenteni. Örülünk neki, hogyha magyar tulajdonba adja, kinek? Én úgy gondolom, hogy ezt okkal kérdezzük mi, hiszen azok a
példák, amiket látunk, a taggyűlésen az egymásnak a kizárása, egymásnak a feljelengetése. Látszik, hogy nem tudnak normálisan egymás mellett dolgozni a tulajdonosok, amelyikből az egyik Pécs megyejogú város önkormányzata, akkor úgy gondolom, hogy nyugodtan várhatjuk mi a kormánytól a megoldást, és ezért kell megkérdezünk, hogy kinek, és tényleg elköltözik-e a zsolnai gyár a belvárosból, tényleg kimegy az ipari parkba. Köszönöm. Köszönöm szépen, képviselő úr. Egy perces viszontválasz illeti meg Lázár János miniszter urat is. Parancsolj! Tudunk nyilatkozni Páva Zsolt polgármester úr törekvéséről, ami a pécsi zsolnai márka megmentésére vonatkozik, és aminek érdekében a pécsi adófizetők vagyonát és pénzét folyamatosan kész szolgálatba állítani. Ez szerintem a pécsi képviselőtestület és a polgármester érdeme, törekvése támogatásra érdemes. Azt nem értettem, hogy önök miben tettek följelentést. Remélem, hogy a NAV költségvetési csalás ügyében indított nyomozásában nem önök tettek följelentést, mert azt nem hiszem, hogy az ügy megoldását szolgálná, képviselő úr, hogyha önök följelentik az ön által védelmezendő céget. A mondandójából az derül ki, hogy önök rajtunk kérik számon, hogy mi történik, meg a kormányon, meg a önkormányzaton, miközben önök a följelentésekben merülnek ki. A följelentés helyett érdemes volna egy asztalhoz ülni, és megbeszélni azt, hogy hogyan lehet a céget talpra állítani. Még egyszer mondom, nem az önkormányzat támogatása a kérdés, nem a magyar állam bankjának vagy az adófizetők támogatása a kérdés, a piac a kérdés, hogyan lehet olyan márkát építeni, segíteni, újraépíteni, amely eladható, mert hosszú távú megoldás csak ez jelenthet. A pillanatban sikerül megoldást találni, de kérdés, hogy hosszú távon sikerül-e. Kérem ez a segítségét. Köszönöm szépen, miniszter úr. Tisztelt országgyűlés, Gyöngyösi Márton képviselő.